A látszat csal, nem horgásztából, még csak környezetvédelmi sem, nem is kalandokkal teli túlélési. A kézművesség amolyan kiegészítő programként legfőjebb két foglalkozás között jelenik meg. A fő tevékenység az evezés, a csónakázás, az igazi kajakozásra rávezetés legfőképpen általános iskoláskorú gyerekeknek. A feladvány megfejtése már könnyű, kajakkenu tábor kezdőknek 2021 a Tolnai Holdunán a helyi sportklub szervezésében. A Tolnamözsi nyár biztos elmaradhatatlan programja ez már évtizedek óta a Barina edzőházaspárt celebrálásában. A dolog annyira népszerű ma már, hogy a szokásos kettő helyett az idén muszáj volt egy harmadikat is beiktatni, ugyanis nem csak Tolnáról, a szomszédos településekről, még Őcsényből is volt jelentkező. Tavalyi évben 127-en voltak gyerekek, az idejében ugyanúgy ezt megközelítjük. Hát azért csinálják a nyári tábort, így a legkönnyebb toborozni, nem az edző elmeséli a tornaterembe, hogy milyen a kajakozás, hanem itt a gyerekek ezt megtanulhatják, sárkányhajóznak, szápoznak, kajakoznak. Itt megismerik a vízenjárás fortéjait. Például azt is, hogyan kell cselekedni a nem várt vészhelyzetekben, mit kell tenni a helyes sorrendben, önmaguk és társuk, persze a hajó kimentésére. Ezt a szituációt ők maguk idézik elő a tábor foglalkozásai. Szándékosan fel kell borulni a kajakkal, visszafordítani, lapátot beletenni, és az óránál átölenni, így soha nem süllyed el, és a legközelebbi partra ki kell úszni. Ezt ők megtanulják, utána bajba nem kerülnek. A vízijártasság elsajátítása mellett nem titkolt cél a tehetségkutatás, a minél több gyerek megnyerése a sporták számára a hátország bővítése. A végeredmény már azzal lemérhető, hányan jelentkeznek az alapokat itt elsajátítók közül a néhány nap múlva kezdődő, már igazolt kajakosokat felvonultató edzőtáborba, akikből hányan lesznek igazolt versenyzői a Tolnai Kajakkenu Klubnak. Ha itt eltelik egy hónap vagy másfél, akkor már nem jönnek vissza, de így majdnem a háromnegyede itt marad a gyerekeknek, és sikerült jó tehetséges épkézláb gyerekeket meríteni. Új, a gyerekek gesztusaiból, mimikáiból jól érzékelhetően megállapítható, bizony népszerű az új felkészült testnevelő edző, aki megkezdte a munkáját a Tolnai Kajakkenu Klubnál, levéve Barináék válláról a terreket, amit a létszám növekedés előidéz bizonyos helyzetekben. Az ember idősödik, és hát új edzőket is kell bevonni, és így sikerült Lőrinc Bencét megtalálni, aki helyben van egyetemet végzett testnevelő tanár, nagyon ügyes, szeretik a gyerekek, és hát évekkel ezelőtt mi már megismertük, mert úszásoktatást tartott a gyerekeknek, nyári táborokban részt vett, úgyhogy sikerült beiskolázni, elvégezte a kajakkenu edzők képzést, és úszóedző is, tehát egy nagyon jó fiatal emberre lehetünk. A fiúk, lányok között jó néhányan vannak olyanok a táborban, akik egy luxus plázson való egyhetes üdülés sem cserélnének el, ezért a táborért, például a tolnai illetőségű Zsidei Zsófia, aki egyszer már belekóstolt a kajakkenu sportba, és most veszi igazán komolyan azt. MK-val tudok menni, K-val még nem annyira, de rajta vagyok. Már voltak versenyeim, de igen, szeretnék még. Zsófival is talán hasonló céllal érkező barátnőjével is találkozhatunk a már említett újabb kajaktáborban, és talán ősszel az igazolt versenyzők között is. Megjósolhatóan tucatnyi táborlakó pedig már tolnai színekben áll majd rajthoz az évvégi, de legfőképpen a jövő évi gyermekversenyeken.